Üdvözlöm a fülszöveg nézőit! Műsorunk mai vendége Majs Zoltán, a nagy sikerű Hazajáró című televíziós sorozat, és én már képes könyv szerzője, alkotója. Ismerjék meg jobban, tartsanak velünk! A Hazajáró hétről hétre bakancsot húz és neki indul, hogy keresztül kasul bebarangolja a Kárpát-medence varázslatos tájait, és megismerje hazánk természeti és kulturális értékeit, történelmi emlékeit, és az ott élő emberek mindennapjait. A Kárpátok fenséges gerinceitől, várromokon, apró fatemplomokon, és véráztatta harcmezőkön át patinás városokig, meg annyi magyar emlék kíséri a hazajáró, soha véget nem érő útját. Üdvözöllek a Fülszöveg műsorában. Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Köszönöm szépen a meghívást. És kezdjük ezzel a gyönyörű kötettel, ami itt van az asztalon. A Hazajáró című televíziós műsor rengeteg-rengeteg uh, fotójára és történetére alapozva jelent meg ez a kötet. Induljunk el mégis a tévéműsorból, ami rendhagyó egy irodalmi műsor esetében. Én most többentem rá, uh, Zoltán, hogy a Hazajáró már hány epizódból rá Több száz epizódot készítettetek, és tudom a nézői visszajelzésekből, hogy ez a, a, Duna Televízió egyik legnépszerűbb műsora, mozgalmat indított el. Hogyan jött az ötlet, hogy ezen tévés adások anyagára támaszkodva egy ilyen impozáns kötettel jelentkeztek? Igen, a tizedik éve már, hogy ugye járjuk a kárpát bérceit. Ez abban a műsor ötlete az a saját életünkből jött nekünk, akár a családi kötődésünk, a baráti társaság, akik egyébként a műsort is gyártjuk. Mi amúgy is mindig ezt szoktuk mondani, hogy hazajárók voltunk. Mielőtt a műsor megszületett, mi nagyon, amikor csak egy kis szabadidőnk volt, akkor a saját környezetünket, akár a Börzsönyt, a Dunakanyar bércét jártuk, és nyilván a csóványos csúcsáról meg fölfelé, északfelé felé megláttuk a magas tátra bércét egy tiszta időben, is elindultunk arra is, nyilván utána eljutottunk akár Momblan csúcsáig is, de ott rájöttünk, hogy igazából a mi útunk az itt a Kárpát-medencében van a Kárpátok között, hiszen mégiscsak ez a saját történelmi hazánk, és hát ezek a kalandos túráink, kalandozásaink során ugye szembesültünk azzal a történelmi örökséggel, amit itt több mint ezer éve a Magyarország fölhalmozott ezeken a területeken, és ugye hiába, hogy száz év már Trianon, de még mindig ott vagyunk, és ami a legfontosabb, hogy a magyar közösségekkel is találkoztunk. Ezek a túrák olyan élményeket adtak nekünk. Egyrészt ugye a természeti szépségek a Kárpátok bércein, másrészt ezek az épített örökségek, és ami a legfontosabb, hogy rengeteg olyan találkozáson, uh -huh. olyan barátságok születtek, már a műsor előtt is, amikor ugye a csillagok állása úgy alakult így az MTVA keresztül, hogy lehetőségünk volt egy műsortervet beadunk, akkor jött az ötlet, hogy Ezeket a kalandokat milyen jól lenne átadni az embereknek, és kedvet csinálni ahhoz, hogy ők is a nyomunkban induljanak el, és ilyen kalandokban legyen részük. És az ötlet igazából innen fakad, hogy ezen a három pilléren a természeti értékek, épített örökség és az ott élő közösségek bemutatása, ezen alapulon indítottuk el a műsort most már tíz éve. Mikor éreztétek először a reakciókból, hogy valamit nagyon eltaláltatok, nagyon jól sikerült megszólítani azt a réteget, akiben hasonló igények és érzések e, e, vannak a szívekben és a lelkekben. Visszagondolva az elmúlt tíz évre, amire nagyon büszkék vagyunk, úgymond, hogy ennek a szinopszisa ennek a műsornak, ez amikor így le lett írva, ugye amikor előre leírsz egy műsorról valamit, akkor az nyilván, és, és ugye elolvassa az ember, és hogy a, ez, tényleg ez megvalósult. Tehát, hogy már az első adás után és azóta is a tíz év alatt, azt Történik a műsor körül, amit vártunk, a reakciók. Ami nagyon érdekes, hogy az első reakciók már, már egy nagyon kettős dolog volt. Ugye, tíz éve még azért talán azokról a témákról, amikről mi elég nyíltan, Aha. vállaltan szubjektíven beszéltünk, a, a trianoni sorskérdésekről, vagy akár az asszimiláció a, 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 az ott élő magyarok sorskérdéseiről, nyíltan és őszintén, és nyilván a valóságot bemutatva, hiszen a helyszínen, a helyi emberektől halljuk ezeket a gondolatokat, nem mi rágjuk úgymond a szájukba, tehát hogy mi a valóságot mutattuk be. S de hondan? sok szempontból ez még akkor úgy éreztük, hogy nem is éreztük, hát ezt jelezték is felénk, hogy ez kiverte a biztosítékot, de ez igazából még jobban megerősített minket abba az irányba, hogy akkor végül is jó az irány, mert ahonnan jött ez a kritika, az, az mondjuk számunkra inkább dicséretnek számított. De visszatérve a lényeg, a legfontosabb, nekünk minden alkotásunk, az kicsit hülyén hangozhat, de nem a szakmának szól, nem egy rétegnek, hanem mi az embereknek, magyar embereknek alkotunk, és szerintem minden alkotó embernek ez, egy, ez legyen a fő hivatás, akár egy könyvel is, hogy az embereknek szeretnénk valamit adni. És az emberek felül viszont nagyon-nagyon pozitív reakciók jöttek. Egyrészt olyan emberek, akik mondjuk idősebbek, akiknek mondjuk a kommunizmus miatt nem volt lehetőség ezeket a tájakat meglátogatni, ők ráeszméltek, hogy úristen, micsoda a világ vesz minket körül. És hogy most, hogy kinyílt a világ, nem biztos, hogy Nyugatra kell menni, vagy nem tudom, én, egzotikus tájakra, hiszen itt saját környezetünkben olyan csodák vannak. hogy Tehát ez nagyon jó érzés volt. És mi magunk is egy idő után, amikor olyan helyszínekre mentünk már el, ahol mi korábban mi se voltunk, mi is rá csodálkoztunk, hogy Úr is Micsoda világ vesz minket itt körül. Mi az, amit itt megteremtettünk ezer év alatt, vagy mi az, amit a jó Istentől kaptunk, tájat, természeti értékeket. És a másik, ami nagyon-nagyon komoly visszajelzés volt, az pedig a, a, azok a fiatalok, akik akik látva ezeket a csodákat nyomunkba indultak. Nekünk ez volt a legfontosabb visszajelzés, hogy rengetegen indultak el a műsor nyomán, utazási irodáktól kezdve hallottuk, hogy bevették programjainkba olyan helyszíneket, ahol, amiről ők se tudtak, megkeresték azokat a honismereti vezetőket, helyi magyar motorokat, akik ugye ott a magyarságot éltetik és a turizmuson keresztül a megmaradást szolgálják. Úgyhogy ezek a visszajelzések nekünk a legtöbbet jelentették, és ami még nagyon érdekes, hogy az helyben élő emberek, tehát ez volt, ez egy döbbenetes lelki élmény volt, amikor kevésbé felkapott turisztikai helyszíneket is elkezdtünk járni, mondjuk bányavidékeket. És egy bányavidéken, akár korábbi olvasmányaink alapján, vagy, vagy, nem is ott élő emberektől hallottuk, hogy ott odébb mentek három kilométert, és nem tudom milyen barlang, vagy egy sziklaforma, vagy egy természeti csoda ott van, és amikor a helyiek, tehát a saját, azok az emberek, akik ott élnek, ők a műsorban látták, hogy micsoda helyen élnek, és hirtelen fölemelték a fejüket, és ilyen gyönyörű helyen minden elvágyakozunk, meg úgy gondoljuk, hogy ez egy elmaradott bányavidék, és akkor meglátják a műsort, és azt mondják, hogy jó. és büszkék lesznek, vagy akár szorványteleteken mondjuk, amikor oda megyünk, és megkérdezik, hogy hogy vannak itt a magyarok kezét fogunk velük, és kérdezik, hogy minek jöttek ide, és soha nem járt még itt tévéstár. Hát itt nincs semmi, itt minden rohad le, itt szorványosodunk, olvadunk be, itt már vége mindenek, és ide jönnek, és érdeklődnek. És olyan, ez is nagyon pozitív élmény, hogy hogy azt éreztük, hogy mi már nem csak közvetítünk a valóságot, nem csak rögzítjük és mondjuk a tévé keresztül, hanem befolyásoljuk az eseményeket. Nagyon sok helyen azért maradtak el meg egy magyar közösség, vagy azért fordultak meg a folyamatok, az asszimilációs folyamatok, mert látták, hogy értékesek, hogy oda megyünk, megkérdezzük őket, hogy vannak, összehoztunk szálakat, vittünk másokat is, elindult egy turizmus olyan is volt, hogy valahol azért indult be egy néptánccsoport, csoport, mert látták a tévében, hogy a szomszéd faluba bemutattuk a néptánc csoportot. Igen, erősen hat vissza az Nagyon. ő mindennapi életükre az, hogy készül egy epizód arról, ahol ők élnek és hogyan élnek. Igen, igen, azt tapasztaljuk, hogy nyilván ez az év, ez egy tíz év munkája. nyilván az elején még nem ismerték a műsort, gyanakvon néztek, kik lehetnek ezek, ugye vártak a pesti táposokat idézőjelben, hogy jönnek itt majd, és akkor megmondják itt az okosságot. Meg ugye, mit tényleg, Mi általában nem a hivatalosságokat, a polgármestert keressük ezeken a helyszíneken, hanem azokat az autentikus helyi embereket, akiknek szívük, lelkük benne él a tájban. És minden tájból próbáljuk a génius locit, a helyszellemét valahogy előhozni. Ez nyilván nagyon nehéz a helyben megélt élményeket, az illatokat, a helyszellemének a megélését, amit egy helyszínen az ember kap. Nagyon nehéz egy élettelen eszközön, egy kamerán, meg egy tévéképen keresztül átadni de a visszajelzések mégis azt mutatják, hogy azért valamennyire sikerül, valamennyire. Gondolom egy idő után már vannak olyan helyszínek, ahol kimondottan várták, hogy mikor juttok már el oda végre. Igen, igen, rengeteg, rengeteg meghívás van már. Tehát az elején még, elején ugye mi azokat a helyeket erőltettük, ahol már jártunk, ismertük, voltak barátaink, uh -huh. de egyre több meghívás is van most már. Tehát nagyon sokan szeretik a műsort és nagyon sokan büszkék arra, ahol élnek, és szeretnék megmutatni másoknak is, hogy milyen Aha. szép helyen élnek, úgyhogy alig győzzük. Személyesen neked mely, mely zugok, tehát kárpát -re mely rejtett kincsei voltak, amire azt mondtad, hogy hálás vagy azért, hogy ezt fölvállalva el tudtál jutni oda, mert valószínűleg hogy egyéb úton-módon nem lett volna a célpontod. Igen, igen. Nehéz, nagyon sok szempontból lett ezt megközött, egy kedvenc. Mondhatom mondjuk azt, hogy a, nekem az őseim több száz évre visszamenően mondjuk a Liptoi-medencéből nagy semec Ludrova környékéről származnak, és tíz évnek kellett eltelnie, hogy most oda eljussunk. Nyilván nem uh -huh. akartam most a saját helyszínemet előtérbe helyezni, de most azért, már megérett az idő. Ez például egy nagyon, nekem egy nagyon fontos epizód volt, uh -huh. de mondjuk, amit kiemelnék, nekem a kárpát az a vadregényessége, az az érintetlensége, az a... Kicsit szürreális ilyen poszt világ, ami akkor nyilván egy nagyon félelmetes dolog volt. Most inkább már, inkább már pozitívban értékelném abból a szempontból, hogy ez a nyugati szenny, ez még nem érte el Aha. azt a világot. Tehát ott még olyan dolgokat lehet tapasztalni. Tehát pont a kommunizmus elmaradottsága miatt konzervált ott olyan, olyan értéket is, ami a kommunizmus előttről még úgymond megmaradt. Ez egy nagyon érdekes dolog, vagy akár sok szempontból csángóföldre és elmondható, és nekem a szív ugye, mindig a szorvány, tehát hogy azok az elfeledett ö, tényleg végvidékek, amik, amik abszolút ö, nincsenek benne, és valószínűleg, hogyha mondjuk azt mondják, hogy 15 részt, vagy mondjuk 20 rész előre mondjuk eldöntve, hogy forgassunk, akkor valószínűleg nem ezekkel kezdtük volna. De most már, hogy ugye eltelt 10 év, egyre több olyan helyszíre is el tudunk menni, ami tényleg nincs benne a köztudatban, és mi is most szembesülünk vele egy, egy történelmi nevével, mondjuk most a legutóbbi adásban a Gámusz, hegységet mutattuk be, amiről korábban, megmondom őszintén, én sem hallottam. Ugye mellette ott van a Káposztafalvi Karszt a felvidéken, ami már jobban benne van a köztudatban a vízesései, mondjuk ma már sajnos szlovák paradicsom néven ismerik a, a, a töb többség, de mi ezt is nagyon fontosak tartjuk, hogy visszanyúlva a hagyományokhoz, az eredeti elnevezésüken használjuk ezeket a helyszíneket. Azért is tartom személyesen fontos küldetésnek ezt, mert mai napig rádöbbenek, hogy milyen kismértékben ismerjük a történelmi Magyarország vármegyét, azokat a területeket, amelyeket elcsatoltak. Nincsen benne a nap, a hétköznapjainkban mindaz, ami ott történik, és elfelejtjük őket, tehát nincs benne a társadalmi ismeretanyagunkban. Mi a tapasztalatod? Ez a sorozat, ez a tízesztendő munkája, a Társadalmi szinten hozott egy olyan változást, hogy a nyitottságot legalább erősíteni tudja? Mindenképpen, és azt gondolom, hogy amit ugye előbb említettem, hogy mondjuk az első adások, amikor lementek, és ebben a szellemben, amit mi képviselünk, mentek, akkor sok szempontból kirívó lehetett így a társadalmi közegben mondjuk. De én azt érzem, hogy az elmúlt tíz év alatt, hál' Istennek a közélet, a magyar nemzetpolitika nagyon-nagyon viszonylag gyorsan fölzárkozott, és rengeteg, ez is az elmúlt 40 plusz x évnek a, az elmaradását most nagyon gyorsan sikerült bepótolni. Tehát azt gondolom, hogy a műsorunk Kal párhuzamosan hál' Istennek nagyon sok más olyan kezdeményezés van, ami az elszikított eredetekre irányítja figyelmet. Akár gondolok itt konkrétan mondjuk az kormányzatnak az anyagi támogatásától kezdve, de rengeteg más szellemi, lelki kötődési dolgok, vagy a Rákóczi Szövetségnek a magyar-magyar találkozásai. Tehát rengeteg olyan dolog történt, ami azt gondolom, hogy nem csak a műsor, hanem mellette rengeteg más ágon keresztül egyre jobban benne vannak ezek a köztudatban, de még mindig nem eléggé. Tehát ha mondjuk megnézzük, hogy tehát nekem minden kevés, úgy mondan, minden, ami, ami ezzel kapcsolatban születik, de nyilván örülni kell minden eredménynek. Szóval ez, ahogy elkezdted az kiindulásról a történetet, nyilvánvaló, hogy van egyfajta családi identitásbeli kötődés, ami arra ösztökölt, hogy egy ilyen vállalkozásba fog. Nagyon érdekelne, hogy az irodalom területén kik azok a szerzők, kik azok a, meghatározó írók, akik a te gondolkodásmódodat ebbe az irányba formálták? Én nagyon szerencsés helyzetben vagyok nekem, a családi ö, hagyománya szüleim, nagyszüleim, az őseim révén nagyon beágyazott ebbe a világba, tehát én én, én igazából később a kommunizmus után döbbentem rá arra, hogy az a közeg, ami engem körülvet, én azt gondoltam, hogy ez, ez a természetes közeg a legvadabb 70-es, 80-as években, hogy Nekem a szobámban, otthon a lakásban eredeti Nyíre József falinakötéses teljes sorozat, egy Vasalbert kötet ami ugye akkor ezek még minden 45 előtti világból örökítöttek át. Édesapám és édesanyám is fontosnak tartotta, hogy ezeket, ezeket otthon ugyanúgy, mint hogyha. Tehát, hogy kicsit úgy nőttem ebbe bele, hogy én azt gondoltam, hogy ez a normális. És akkor kimentem más, és ott teljesen más tapasztaltam. Tehát utólag azt gondolom, hogy sokszor ez még akár veszélybe is és volna a családomat, hogyha mondjuk bejön valaki olyan, aki rossz szendékű, és meglátja, hogy Vasalbert könyvek, nyírókönyvek, Tamási könyvek, tehát hogy ebben nőttem bele, önkéntelen is az emberbe beleívódik ez a, ez a szellemiség, és hát sok szempontból családi kötődésben, például Herceg Ferenc számomra egy meghatározó író, és például nekem a dédapámnak ö, osztálytársa volt, versecen még, és jó barátságban voltak, és hát így Herceg Ferenc dedikált köteteink is vannak otthon, amit konkrétan a dédapámnak dedikált. Tehát, nyilván ezek mind olyan dolgok, amik gyerekkorban még kevésbé tudatosan, de később nyilván Köszönöm. ez nagyon-nagyon nagy hatással voltak mm. rám. Tehát így az irodalom, szeretete az tényleg így a, így a családból jön, és hát a hazajáró műsorában is nagyon-nagyon fontosak tartom olyan korábbi honismereti szerzőket is beidézni. Ugye ez a egy fő pillére, amit szerintem nagyon szeretnek az emberek, hogy akár száz éves leírások, tájleírások, vagy olyan honismereti szerzőknek a egy-egy település bemutató leírásai, hogy mennyire érdekes, hogy mennyire ma is sokszor helytállóak, tehát hogy a mai napig ugyanazt tapasztaljuk meg, amit száz év alatt megtapasztalt, ez nagyon pozitív, meg mennyire fájó, amikor mondjuk, Mikor egy, nem. amikor mondjuk ünnepel egy, egy egy, egy éles nevű várost ünnepel, hogy a magyarságot mennyire erős és virul, és micsoda most építjük az új városházát, és micsoda virágzó magyar élet van. És akkor most oda megyünk, és akkor nagyon-nagyon más látunk. Amikor az ember felcseperedik, bontogatja szárnyait, egy belülről fakadó örök kíváncsiság, a felfedezés, a teremtett világ megismerésének vágya hajtja. S ahogy felfedezi saját környezetét, egyre több megismerésre és megóvásra érdemes értéket talál. Először a hozzá legközelebb eső helyeket kezdi felfedezni. Bebarangolja a környezetét, erdőket, mezőket, dombokat, hegyeket, és ráeszmél, hogy szép és értékes az a környezet, ami körbeveszi. Kint a természetben, fent a hegyekben az élővilág a teremtő törvénye szerint a folyamatos újjászületésben a változás állandóságában és az állandóság változatosságában maga az örökké valóság. A természet rendjével csak a hagyományból kiszakított, rendetlen ember megy szembe, nem látva, hogy ezzel önmagát pusztítja el. Minket, magyarokat egészen kivételes természeti környezettel ajándékozott meg a teremtő. Hogy belelapoztam be a kötetbe, és nyilván igyekeztetek a gyönyörű, a természeti szépségeket is megragadni, de tavaly a trianoni száz éves évforduló kapcsán óhatatlan az ember eszébe jut, hogy mennyi minden veszett el, nem csak képletesen és politikai értelemben, hanem a szószoros értelemben azok közül a szépségek, az épített örökség, a kulturális örökség elemeit sorra véve, ami, amire annak idején a leírások olyan büszkén tudnak utálni. Ezekkel szembesülni azért elég fájdalmas élmény, és ti gondolom rengeteg ilyen élménybe botoltatok az utatok során. Nap, mint nap szembesülünk ezzel. Most például egy kastélyt rögzítettünk, egy pár hónapja jártunk ott, és el is mondja ott a helyi honismereti vezetőnk, hogy hát ez a kastély ez az utolsó napjait éli. Egy nagyon lepusztult kastély, abszolút román településen járunk már, az önkormányzat szemet vetett magára a területre, Nyilvánvaló volt, és a védettséget le is sikerült levetetniük erről a kastélyról. Ott volt még a grófi címer, ugye az uradalmi címer, még azért rengeteg régi, tehát még megmentető lett volna. Uh -huh. És akkor hát ugye ezt fölvettük, az önkormányzat közben ugye levette a védettséget, és akkor halljuk a hírekbe, hogy hát összeomlott az időjárás, nem tudom milyen uh -huh. okai miatt, de hát nyilvánvalóan tudjuk, hogy ez az emberi kész. Ami még fájóbb egyébként, az nyilván az épített törökségünk mellett, az, az pedig az emberek. Tehát mondjuk az elszolványosodás, vagy az asszimiláció, azt látni, hogy tényleg színmagyar települések hogy válnak, úgymond önfalad, az önfeladás miatt ö, ö, idegenné, ezek ezek még fájobbak. Mert egy épületet újra lehet építeni, de mondjuk újra élettel tölteni meg egy, egy települést, az, az már egy jó nehezebb feladat. Gondolom, hogy rengeteg történettel találkoztok, ahol megfordultok, akik vendégül látnak benneteket. Ezek közül feltételezem nem mind fér bele, sem az adásban, sem mondjuk egy ilyen feldolgozásban. Gondolkoztál azon, hogy ezekből a történetekből még, még összegyűjteni, meg, megosztani az olvasókkal mindazon élményeket, ami a tíz esztendő alatt, ami, amiben belebotlottatok, ami ott volt, amit megéltetek? Biztosak benne, hogy Tömegével, tehát több, nem tudom hány, ezer oldalas könyveket lehetne írni, tényleg, mert minden. Tehát, hogy ugye 26 percből áll egy Aha. rész, és nyilván ennek van egy koncepció, de az a, azok a mellékszálak tényleg, amik, amik egy-egy epizódhoz kötődnek, azok a beszélgetések, a hajnalik tartó, egy-egy pálinka meneti beszélgetések, amit ugye nem, tényleg nem lehet átadni a műsoron keresztül, vagy azok a akár utó történetek, ha nem tudom, ha van alkalom vagy lehetőség, van egy olyan történet, például, ami nekem nagyon meghatározó. Vargyas ö, nevű településen ö, forgattunk, hogy ott a Vargyasi Szoros gyönyörű természeti helyszínen karácsonyi ö, váró időben, advent idején, és ott egy helyi fiatal sütő István barátunk a hegytetőn, gyönyörű havazás közepette elmondja, hogy neki ez a szülőföldje, ez a csodálatos táj, és soha nem menne innen el, neki ez nagyon-nagyon fontos, hogy itt él, és a családját és a gyerekeinek itt átadja a hagyományt. És ezt az adásunkat, ugye ez karácsony előtti napokban került adásba, itt Kőbánya Kispesten egy lakótelepi lakásba nézi egy vargyasi származású család, és hallják ezt a vége monológot, ugye, ami egy zenével megerősített uh -huh. ö, dolog volt, tényleg karácsony előestén, nézik, nézik, egymásra néznek, mindenkinek könyvben a szeme, és egymásnak, hogy te is azt gondolod, amit én, igen, és már otthon szilvesztereznek. És ezt István barátunktól hallottuk később elmesélni, hogy amikor vitte óvodába a, a gyermekeit, akkor a ez a család fő, ez mutatja a gyerekének, az óvistársak, hogy nézd, miatta vagy, vagyunk most itthon. Tehát ez, azt hiszem, hogy ennél, ilyen történeteknél mondja az az ember, hogy tényleg érdemes volt csinálni. Értem. Tervekről még itt a beszélgetés végén elcsúszott. szót. Folytatódik a, a műsor, vagy esetleg újabb kötetek, amin gondolkodol, mire én. számíthatunk? Mind a kettő. Tehát a műsor, az, az, mi azt szoktuk mondani, hogy a hazájár útja végtelen, Ugye most már lassan a 300. rész felé tartunk, hát ezt soha nem gondoltuk volna, hogy eddig eljutunk, de ugye ez egy kicsit úgy van, hogy minél több helyszínen járunk, annál jobban rájövünk, hogy még mindig mennyi helyszín van, amiről nem is tudunk. Tehát, hogy még mindig tényleg azért van, van bőven mit bemutatni. A könyv kapcsán ugye azt fontos elmondani, hogy ez is ugye egy nagy válogatás lett volna az elmúlt tíz évből, de annyi fénykép készült, meg annyi helyszín van, hogy igazából az első évadig jutottunk el. Tehát ez a könyv igazából ez csak, ez csak az, az első, első évad. évadnak egy válogatása, és így is nagyon nehéz volt, tehát hogy így is azért látszik, hogy egy, -egy vaskos tele képekkel, úgyhogy, úgyhogy még van kilenc kötet a tervben, csak győzzük, de, de mindenképpen. kiszámoltátok, hogy hány kilométert tettetek meg? Igen, mindenről ez van statisztika. Tényleg? Mondjuk az első évadban 23 ezer kilométert utaztunk, és 511 kilométer gyalogoltunk ebből nagyjából ki lehet számolni, akkor ez tíz év van. Tíz év az. Ez, ez, ez mit jelent? Uh -huh. Tehát akkor ezek szerint a újabb kötetek sorában köszönhetjük majd a következő évadok így így tartalmáját. Már készül egyébként. Tehát, tehát, Belegondolok, hogy hány ezer fotó, vagy hány tízezer fénykép, felvétel, videó. Van. Ezek nyilván nem művészi célra készült képek voltak elsősorban, hanem, hanem dokumentáltuk magunknak, a, 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 merre járunk, tehát hogy nyilván uh -huh. dolgoztunk, és mellette kattingattunk. Uh -huh de de óriási igény volt arra. Tehát nagyon sokan jelezték felénk, hogy szeretnék könyvformájában is uh -huh. a hazajáróttal szembesülni, és Trianon századik évfordulója volt egyébként az apropó, tehát akkor érett meg a gondolat tetté, hogy akkor ezt kötve-fűzve az embereknek átadjuk. Nagyon szépen köszönöm, és remélem, hogy a következő kötetek megjelenéséről is majd be tudunk számolni. Köszönjük köszönöm, szépen. Köszönöm, hogy a vendégünk volt. El. Köszönjük. A hazajárás legelemibb lelki pillérei, a táj és az épített örökség színfalai között élő magyar közösségek. Hisz ma is itt vannak körülöttünk azok, akik benne élnek a tájban. Akik művelik, éltetik és nem fölélik környezetüket. Kortárs országépítőink, akik ellenállva a hamis illúziókba ringató korszellemnek, otthon, itthon maradnak és folytatják néma küzdelmüket a megmaradásért. Őrzik épített örökségünket, tovább éltetik a nagy elődök szellemét, a szerves kultúrát, és építik a jövőt. A remény hordozói azok a magyar közösségek és vezetőik, akik akár tömbben, akár szorványban, de kitartanak szülőföldjükön, amit sosem hagytak el. Mégis egy idegen hatalom alá kerültek. Ők azok, akik már tudják, Trianon nem ölte meg a nemzetet, mert nem a valóságból származik az igazság, hanem az igazságból származik a valóság.